Tarantálvásárhelyen a sokak által kedvelt tavaszi márciusi vásárban nagy volt a forgatag. A vásártér megtelt árusokkal és vásárlókkal. Szerbia egész területéről érkeztek árusok és látogatók egyaránt az ország egyik legnagyobb vásárára. Udvarszállásról érkezett a vására a horvát házas pár. Kicsit messze van, de nem sajnáljuk az utat, mert ugye itt sok minden található, amit az üzletekben nem igen, vagy messziről jönnek, és akkor hát szeretünk ellátogatni. Tehát rendszeresen eljárnak a torontálvásárhely vására? Megengedi az idő, az időjárás, munkaviszonyok. Igen, mostan kicsit reggel kételkedtünk, jöjjünk, ne jöjjünk. Nálunk nagyba esett az eső. Mikor erre érünk, erre nem. Úgyhogy hát örömünkre. Tehát itt hagyományokról is szó van, ugye? És ki kell hangsúlyozni, hogy ez idén 150 éves már a vásár. Igen, hát nem is tudtam. Hát nagyon sok minden található. Szerintem itt minden megtalálható, ami csak az ember el tud képzelni. A gépezettől a mindenig. Nincsen, ami nincs, úgy lehet mondani. Igen, és itt most a tavaszi munkálatok ideje is. Ön mit vásárol ilyenkor? Hát eljöttem így a gépezethez venni, vásárolni alkatrészeket, például a kukoricaültetőgépön, csorosziákat, akkor a traktorra néztem, itt gumik kellenek. Itt csak is az árak valamennyivel alacsonyabb a gumik, mint például az üzletekben. Ott Versecén vagy Fehér templomban, onnan jövök. A márciusi vásár a tavaszi munkálatok megkezdéséhez szükséges árucikkel is megtelt, de természetesen a cukrászmesterek, bognárok, kovácsok, kosarasok, szíjgyártók is eljöttek a vására. És mi minden van itt a standon? Tehát itt láthatjuk a nyusziktól kezdve. Itt a nyulaktól, a tojástól, a zselé, a gumicukor, a karamella, kemény cukorka, diócukor, de hát itt minden. Sütemények, kókusz, tekercs, de hát itt minden van. Nyalókák. És az ára kedvezője? Igen, szerintem elfogadhatóak. Mi az, amit a legjobban most vásárolnak? Gondolom, hogy a húsvét miatt talán a nyuszikák, a tojás. Igen, de inkább a zselét, a gumicukrot, ezeket vásárolják. A nyúl itt nem olyan nagyon kellendő még, de hát még van is egy hét, több mint egy hét. De tavaszi, márciusi vásár nagyban zajlik, mi minden van itt a kínálatban a standon? Itt vannak a zöldségek. Az új hagyma, a retek, spenót, saláta, új hagyma, új krumpli, van krumplink is, meg van káposzta, paoréhagyma, mindenféle. Mi az, amit a legjobban keresnek, vásárolnak? Keresik az új hagymát, meg a retköt, meg a salátát. És milyenek az ára? Hát olyan szolidok. Szolid az új hagyma 300 ér, retök 50 dinár, saláta 50, 300 ér, és így. A káposzta 60 dinár. És milyen a mai vásár? Vásárolnak az emberek? Elég szolid. Lehet-e jobb is, de jó. Jóvér László az október 4-e közművesítési vállalatnak igazgatója szerint a kiemelkedő érdeklődéshez a jó idő is hozzájárult. Mondhatom, hogy nagyon jól sikerült ez a mostani vásárunk, ami valószínűleg a hátam mögött látandó is a tömeg, egy tumultus van, egy összevisszaság, de majdnem arra hasonlít. Hát hála Istennek, hogy minden összejött, örülünk neki, hogy az ide is megengedett, így valószínűleg az elárusítók is persze könnyebben boldogulnak, úgy, mint a többi személyzet. Itt a Jószágpiac is, és a kirakodó vásárrész is. Miből van a legnagyobb kínálat, ha így lehet valamit külön kiválasztani? Hát, ami a Jószágpiacot illeti, tudjuk, hogy most már kevesebb a Jószág, mint valaha volt, tehát vanni van, de nem nagy, de viszont a kirakodó vásárrész, hogyha nézzük, itt minden égvilágon, ami csak az ember szemben megkíván, bukválisan található. Tehát a cukrászoktól, a játékoktól, ruháktól, bútoroktól fantasztikusan összejött a vásárunk a mai napon.
Torontál vásárhelyen 1873-ban tartották meg az első József napi vásárt. A vásár jubileumi ünnepsége augusztusban lesz megtartva. Hát én is úgy gondolom, hogy megőriztük, hála Istennek, a hagyományt, de mondhassuk részben. Miért részben? Azért, mert hát sok olyan szakma van, ami már kihaló félbe van, vagy már kihaltak, például a, hát nem haltak ki totálisan, de ilyen göröncsérek, stb. Mit tudom én, szíjjártók, bocskolosok, papucsosok, ezekből már elég kevés van, vagy alig van. De amint hagyomány, mint hagyomány megmaradt, tehát az idején 150 éve ünnepeljük az akkori úgy tartandó Sándor napi vását, hogy a történelem azt feljegyezte. Na, mi egy ilyen kis jubiláris megemlékezést, egy ilyen kis ünnepséget szeretnénk tartani az augusztusi vásár folyamán, mivel hát ekkor többen itthon vannak külföldön, úgy a faluban, mint a környékben. Több ember, jobb idő, nagyobb kínálat, és ekkora tervezzük, hogy egy kicsikét megemlékezünk a Dbjacsei hagyományról, tehát a 150 éves évfordulót megünnepeljük az ünnepnek így méltó stílusába, vagyis ahogy elképzeltük, mindenfelől hívunk vendégeket, testvérvárosokból, erről, arról. Meg szeretnénk el emlékezni, mert éppen azért nem dicsekedett minden falu, vagy város, vagy helység egy 150 éves vásári múlta. Torontál vásárhelyen legközelebb június 2. péntekén lesz a hagyományos nagy vásár. Mindenképpen érdemes kilátogatni a Torontál vásárhelyi nagy vására, hiszen szinte bármit megvásárolhatnak, jókat ehetnek és barátkozhatnak is. Субтитры создавал DimaTorzok